Fekete Pál városunk díszpolgára. Egy olyan jelkép, egy olyan szimbólum a városnak, ami megtestesíti a szabadságot, a reményt. A rendszerváltás követő első szabadon választott országgyűlési képviselő. Fekete Pál életútja nagyon sok értéket hordozott magában, és azt gondolom, mai nap, hogy ezen a helyen állhatunk, is egy jelkép, ahol iskoláját folyamatosan szemmel fogja tudni tartani. Ebéd és pihenő, oly gyorsan röppenő, frissítő szellővel versenybe röppen ő. El is szalad hamar, s munkás órák jönnek, tanulás órái újra beköszönnek. Kegyetlen kamoram, bizony beköszönnek, mikor lesz már vége e tudás örömnek? Mindig csak tanulni, játszani sohasem, érzéketlen könyvet bújjon mindig a szem. Játszani kellene, majd aztán tanulok, s már visznek lábaim ki a víg utcára. Iskolánk homlokzatán a következő József Attila idézet olvasható. Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Ez a gondolat hülyen fejezi ki Fekete Pál tanár úr munkáját, példaértékű elkötelezettségét. 1982-től 1994-ig tanított magyar és történelmet a József Attila Általános Iskolában. Azok közé a tanáremberek közé tartozott, akikre az ember élete végéig jó szívvel emlékezik, vallja egykori tanítványa. Igazi tanáregyéniség volt, tanítványai rajongtak érte, sokukat az ő példája indított a pedagógus pályára. Azért szeretek az alvig ellakni, oda jár a babám a lovát itatni, még a lova iszik, tudok vélaszolni. Két piros orcáját meg lehet csókolni. Ő az, megismerem. Egy olyan ember emléke előtt tisztelgünk, akinek a jóisten, a sors, a mai világ mércéjével mérve viszonylag rövid életutat engedélyezett. Mindössze 56 esztendős volt, amikor távozott közülünk. 20 évvel ezelőtt, 1995. október 14-én. Hűséges ember volt, hűséges az elveihez, és úgy ment el, hogy az ország betegségeivel nem tudott megbékélni. Gyógyítani akart, pedagógusként gyógyítani akart. Fekete Pál bronz mellszobrát a város a Lakiteleki Népfőiskola anyagi támogatásával állítja fel a szobrot. Az Alantos Györgyi készítette, aki nagyon sok jeles személyiségnek készítette el Máté István férje szobrászművésszel együtt a arcát formázta meg.